Te, Jenő, azt írja az újság, hogy leültették a Zalatnait. De miért ültették le? Magától nem tudott leülni? Lőza, nem ültették le, hanem börtönbe zárták. És ott nem állhat? Állhat, de ezt úgy mondják, hogy leültették. Akkor azt is lehetne mondani, hogy leállították? Nem, Lőza, nem. Akkor megnyugodtam én. Miért nyugodtál meg, Lőza? Mert azt írja az újság, hogy le akarják állítani a privatizációt. Akkor nem kerül börtönbe a privatizáció, ugye? Nem kerül börtönbe, Lőza. Fel sem akasztják? Miért akasztanák fel? Mert azt írja az újság, hogy egy képviselő kérte mentelmi jogának felfüggesztését. Lőza, az egészen mást jelent. És az mit jelent, Jenő, hogy a vadászok kilövik a beteg szarvasokat? Ez azt jelenti, hogy a vadászok megóvják az egészséges vadállományt. Akkor Anetka beteg? Miért lenne beteg Anett? Mert azt írja az újság, hogy hamarosan kilövik Anetkát. Anettet nem puskával lövik ki, hanem, figyelj, Susan, rakétával. Ez az Anetka nagyon beteg. Nem, Lőza, Anett nem beteg, viszont ő lesz az első magyar űrhajós nő. Mielőtt kilövik? Nem, miután kilövik Anettet. Akkor mégiscsak beteg. Nem, sőt, Anett nagyon is egészséges. Én is nagyon egészséges vagyok, Jenő. De téged, drága Lőzám, én rajtam kívül az égatt egy világon, senki sem akar kilőni a világ űrbe. És Ágica? Ágica miért nem ment az űrbe? Miért ment volna Ágica a világűrbe? Mert azt írja az újság, hogy Ágica megcsináltatta a melleit, hogy ne lógjanak. És miért kellett volna ezért neki az űrbe mennie? Hát azért, Jenő, mert a súlytalanságban nem lógnak a mellek. Az űrben, Lőza, semmi sem lóg. Akkor nem megyünk el egyszer az űrbe. Nem, Lőza, veled nem megyek az űrbe, egyébként. Már itt tartunk. Hagyján lúgva. Jenő! Te is jelentettél a 3x3-as ügyosztálynak? Miért jelentettél volna? Mert azt mondta a Klári, hogy a 70-es években te nagyon sokat jelentettél neki. Mert a Klári szerelmes volt belém, és ezért jelentettem neki sokat. Én is szerelmes voltam beléd, és nekem mégsem jelentettél sokat, akkor te nem is vagy ügynök? Nem húzom. Nem vagyok ügynök. Akkor belezavarodtam, mint Csisztu az aténi olimpia megnyitójába. Havas Henrik, az torrász volt? Miért lett volna Havas Henrik tornász is? Azért, mert mindig könyvet ír. A Csisztú tornász volt, és már két könyvet is írt. Nem azért ír könyvet, mert tornász volt, hanem azért, mert van mondani valója. Akkor neked nincs mondani valód, Jenő? De van, Lőza. Csak az nem tűri a nyomda festéket. Akkor írjál a bulvár sajtóba. Miért írnék a bulvár sajtóba? Mert ott lehet durva dolgokat is írni. Mire gondolsz, itt van. Lőza? Azt írja az újság, hogy a Nacsa tehetséges, de kövér. Miért kell megsérteni egy ilyen tehetséges fiatalt? Én ezt sehol nem olvastam. De itt van, itt van. Nagy jövő előtt áll a Dagi Nacsa páros. Az Bagi Nacsa, Lőza. Annak, hogy Bagi, annak semmi értelme nincsen. Miért? A Nacsának van, ez a nevük. Ők egy pár Lőza. Ők is? Jaj. Egyre többen melegek. Ez látsz. Ők egy humorista páros, és nem melegek. Egyébként manapság sincsenek többen a melegek, csak régen nem lehetett róluk beszélni, Lőza. Milyen jó, hogy most már lehet róluk beszélni. Meg fognak támadni minket egyszer csak a melegek. Miért támadnának meg éppen téged vagy minket a melegek, Lőza? Azért, mert azt írja az újság, hogy közeledik egy melegfront. Van puskájuk is, Jenő. Lőza, ez a melegfront azt jelenti, hogy változik az időjárás. Érted, Lőza, melegszik.
Én akkor is nagyon féltem a fiatalokat. Miért félted a fiatalokat? Mert azt írja az újság, hogy az iskolákban a diákok egyre korszerűbb puskákat készítenek. Nem lesz ebből baj, Jenő. Lúza, az a puska nem olyan puska, amivel lőni lehet egyébként. Nekem is volt ilyen puskám, sráckoromban. Látod, ezt tudom, apukám. Pedig nem is írt róla az újság.